Minden résztvevő együttműködésére szükség van a sikeres magyar kulturális élethez, mondta Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke azon a kétnapos kulturális diplomáciai értekezleten, ami ma kezdődött a pesti Vigadóban, és amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kulturális Innovációs Minisztérium közösen szervezett. Vashegyi György az MMA elnöke megnyitójában kiemelte. 2011-es megalakulása óta közfeladatokat lát el a Magyar Művészeti Akadémia. A művészettel, annak elemzésével, támogatásával, oktatásával, valamint a magyar művészek képviseletével összefüggő feladatokat látja el. Célunk, hogy kiemelkedő, elsősorban kortárs magyar művészeti értékeinket az eddiginél is hatékonyabban, sikeresebben jeleníthessük meg a nemzetközi kulturális piacon. Szeretnénk minél szervezettebbé és tervezhetőbbé tenni az akadémiához kapcsolódó művészek és elméleti szakemberek külföldi bemutatkozásait. Hadd hangsúlyozzam ezen a ponton, hogy akadémikusaink mellett köztesületi tagjaink, ösztöndíjasaink és akadémiai díjazottjaink teljes köre együttesen több ezer fős összművészeti művész közösséget alkot, más ehhez fogható minőségű és súlyú szellemi erőtér nem létezik a mai magyar kulturális és művészeti életben. A magyar kulturális nemzetközi intézményhálózat soha nem volt olyan erős, mint ma, emelte ki megnyitó beszédében Csák János kulturális és innovációs miniszter. Mint mondta, olyan kulturális intézményekre van szükség Magyarországon, amelyek meg tudják szólítani a 8 éves gyermeket és az üzletembert is. Beszédében kiemelte, az idén ünnepeljük Klebersberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter hivatalba lépésének 100. évfordulóját. Klebersberg Kuno krédójában, székfoglalójában két dologról beszélt. Az, hogy mit kell tennünk egy... Emlékezzenek vissza a Trianon, 1922-t írunk Trianon után, egy felkoncolt erőforrásaitól, saját nemzettársaitól megfosztott országban. Azt mondta, hogy nekünk, mivel a gazdaságunkat meggyengítették, katonai erőnket visszafogták, egy lehetőségünk van, a kultúránk fejlesztése, ahol, aminek két lába van. Az egyik a kultúrkiválóság, és ezért csodálatos ebben az épületben lenni, ahol a magyar kultúrkiválóságnak a mai örökösei élnek. De a kultúrkiválóság mellett meg kell tennünk az akadálymentesítést is. Egyetlen magyart sem hagyhatunk el. Minden gyereket Szabolcsban, Kovásznán vagy Trencsén megyében, minden magyar gyereket meg kell szólítanunk. Akkor lesz a magyar kultúra együtt erős. Az értekezleten Szijjártó Péter külügyminiszter köszöntötte a külföldön és belföldön működő intézmények vezetőit, és felhívta a figyelmüket arra, hogy csak azok a nemzetek lehetnek sikeresek a jelenlegi nehéz helyzetben, akik erős nemzeti alapokkal rendelkeznek, ez pedig elképzelhetetlen erős nemzeti kulturális identitás nélkül. Nekünk az a feladatunk, hogy megmutassuk a világnak azt a rendkívüli értéket, és azt a rendkívüli erőforrást, amelyet magyar kultúrának nevezünk. És a magyar kultúra a világon megint csak egyedi. Egyedi, mert mi magyarok természetesen a nyugathoz tartozunk. A mi kultúránk a nyugati kultúra része. Ugyanakkor keleten minket testvéreknek tartanak, komoly keleti vonatkozásai vannak a magyar kulturális örökségnek, és a finnugor összetartozás elméletéből fakadóan északon sem kezelnek minket idegenként, tehát a nyugati, keleti és északi jegyek egyszerre határozzák meg a magyar kultúra sajátosságait. A diplomáciai értekezlet első napján Csaba Gábor kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős helyettes államtitkár és Rikli Gábor az MMA főtitkára aláírta az együttműködési megállapodást.